Ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek részt azok, akik kilátogatnak szombaton a futófesztivállal egybekötött egészségnapra. Megmérettethetik a vércukor és koleszterin szintjüket, emellett Schmidtné Tóth Edit, az egészségfejlesztési iroda vezetője azt mondja, szakorvosi vizsgálatok is lesznek. Bőrgyógyászati anyanyegyszűrés, érsebészeti vizsgálat, mint a viszérbetegségeknek és a viszeres panaszoknak a vizsgálata történik, akkor csontsűrűségmérése van lehetőség egybekötve a mozgásszervi rendszer vizsgálatával, bokakarindex mérésre és személyzeti szűrővizsgálatokra. Az egészségfejlesztési iroda vezetője szerint fontos, hogy évente legalább egyszer mindenki részt vegyen szűréseken. Hát a mai rohanó világunkban szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy egy évben egyszer, ha lehetőség van rá, akkor többször is elvégeztessünk magunkon olyan orvosi vizsgálatokat, amikkel olyan betegségeket szűrhetünk ki, ami gyakorlatilag a hétköznapi életben nem okoz panaszokat, de a későbbi életvitelünkre pedig nagy mértékben befolyással lehet, hiszen néma gyilkosnak is nevezik ugye a cukorbetegséget, a magas vérnyomást és számos egyéb olyan szövődmények kialakulása előzhető így meg. A Magyar Rákellenes Liga idén is segíti majd az egészségnapra érkezőket. Lazányi Jánosné, a 60-i alapszervezet elnöke szerint fontos, hogy meggyőzzék az embereket, hogy vegyenek részt szűréseken. Hát a megelőzés az nagyon fontos. A tapasztalatból tudjuk, hogy nagyon sok ilyen egészségnapon kiszűrnek betegeket, és az időbe felfedezett betegségek, hát a korai stádiumban gyógyíthatók sikeresen, és mi nagyon fontosnak tartjuk ezeket az egészségnapokat. A résztvevőknek lehetőségük lesz vért adni szombaton az egészségnapon, a Damjanich János szakközépiskolában, a Magyar Vöröskereszt szervezésében.